Sziasztok! Gyönyörű báránytomszeleteket kaptunk a Színvaszték manufaktúrától. Szerintem grillezzük meg, gyönyörű ebéd lesz belőle ezen a szép tavaszi napsütéses napon. A faszelet már beízítottuk, hogy mire a húsunkat befűszerezzük kellő hőmérsékletű legyen. Nézzük is meg a húsainkat. Nagyon szép, gyönyörű báránytomszeleteket. Szeletek. Vékonyan meg fogom kenni egy kis olívaolajjal, utána megy rá az SPG fűszerkeverék, kicsit pihentetjük és nyomás a grillre. Most is a Barbecue Mania grillboxában sütök, ez egy L-es méret. Úgy tettem bele a faszinát, hogy szépen elkülönítettem, csak az egyik részét töröltem meg faszinát, és gyújtottam meg. Így ott sokkal melegebb lesz, illetve a másik oldalon hűvösebb lesz. Így tudom rajta pakolászni a húsokat, hogy milyen hőfokra vágynak a húsaink. A húsok ráhelyezés előtt egy kis füstölt szalonnával átverem a rácsokat, hogy ezek vagyjon. Jöhetnek is a húsok. Én közepesen forró területre teszem őket. Közben dobtam fel köretnek egy kis répát, erre is egy kis SPG fűszerkeveréket szórtam. Gyönyörűen sülnek közben a báránytomszékeink. Megfojtom őket, és szerintem még egy 2-3 perc kell neki. Letelt a 2 perc fordítás óta, leveszem a húsokat. Körülbelül 5 percet voltak fönt a grillácson. Levettem a húsokat, teszek hozzá egy kis vajat. Jó szaftos legyen, illetve ne száradjon ki. Ez nagyon jót tesz neki, mindenkinek csak ajánlom a vajat grillezéskor. Utána egy picit megsózom. Megyre az alufólia, pihentetjük. Szerintem egy 5 perc pihentetés, az jó lesz neki. És pihentetés után jöhet a kóstolás. Nézzük is, hogy milyen lett. Hú, gyönyörű szép. Azt a 700-át, de jól néz ki. Gyönyörű szép rózsaszín még a belsője. Meg is kóstolom. Az olyan mennyi. Nagyon jó. Próbáljátok ki. Nem fogtok csalódni.